A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8-os diákját, Potornai Ádámot foci sikereiről kérdeztük. Az iskolában nagyon sok helyi versenyen vett részt. Ott volt a diákolimpiai csapatban, a játékát díjjal is elismerték. Én mióta idejöttem és világéletemben is fociztam, mert igazából kipróbáltam több sportot is, de legjobban ez fogott meg. És mi volt még az a sportág, amit kipróbáltál és nem jött be? Hát volt úszás, kézilabda, volt duatlon, nagyjából ezek. Tehát akkor a kitartás az ezek szerint csak a focihoz volt meg benned, vagy a tehetség? Hát igazából inkább a kitartás. Én nagyon szeretem volna minél többet fejlődni, és úgy érzem, hogy ez lassan, de biztosan is sikerülni fog. Mit jelent számodra a foci? Hát ez egy elég tág fogalom. Mindig, hogyha valami problémám van, akkor mindig elfelejteti velem, és mindig próbálok ugye a pályára koncentrálni, mindig a meccsre, és így elfelejteti velem a különböző problémákat. Mit kaptál ettől a sporttól? Kitartóbb lettél, rendszer szeretőbb, tehát mesélj egy picit erről. Hát nagyon sokat tanultam azzal kapcsolatban, hogy igenis lehet küzdeni azért, hogy fejlődjünk, és meg tudtam veszíteni, mert nekem az nagyon nagy hibám volt, és lehet, hogy még mai napig is az, de nekem az nagyon nagy hibám volt, hogy nem bírtam veszteni. Beszéljünk az iskoláról. Az elmúlt 8 évben milyen versenyeken vettél részt? Volt nagyon sok helyi, ugye itt különböző labdarúgó tornák, amik akarját is az iskolába rendezték, vagy például volt a diákolimpia, ahol egyszer még egy vagy két éve kijutottunk az országosra, ami szerintem egy elég nagy szó. A karcagi Refiben folytatja tovább ősszel, de a városi foci csapatnak maradt továbbra is a tagja. Testnevelési egyetemre készül, s tanárként, később edzőként is szeretne csapatot irányítani. Nagyon szeretném sporttal foglalkozni úgy, és hogyha elvégeztem a gimnáziumot, akkor egy testnevelési egyetemet elvégezni, és ez a legtávolabbi terv. És mit tanácsolsz azoknak, akik ilyen sok sportágat szeretnének kipróbálni, mint amit te kipróbáltál, hogy mi alapján döntsenek, hogy minél maradnak? Hát szerintem a tehetség egyetlenem számít, tehát szerintem csak az számít, hogy mennyi időt ölnek bele, és hogy és mennyire élvezi azt a sportágat. Felelni a táblánál soha nem szereted, de a tanulást komolyan vette mindig. Inkább írásban adott számot tudásáról. Nekem a kedvenc szalatányom mindig is a testnevelés volt. Meg ugye két évig volt az Orosz Pista bácsi a tesi tanárom, szóval én nagyon szerettem az órára bejárni, mert tényleg jó volt a hangulat, és egyszerűen kivett, hogy nem is értem, iskolában vagyok. És mondjuk itt a természettudományi teremben vagyunk, kémia, fizika, biológia, magyar, ezekkel hogy állsz? Hát megbarátkozok velük, próbálok velük megbarátkozni. Ezek szerintem a kedvenceid? Tökéletesebb sikerrel próbálok helytállni, de nem mindig jön össze. Akkor neked most egy kicsit nehéz volt ez a digitális oktatás? Hát annyira nem. Hozzászoktam. Vagy akkor inkább te az írásbeli dolgokat szereted, szóban nem nagyon szeretsz mondjuk felelni, kijönni a táblához? Hát felelni semmiképpen nem szeretek, most össze szerettem, de Istenet nem fáltam olyan sokat. Lesz-e valami búcsúbulutok? Rajta vagyunk, hogy szervezünk valami ilyesmit, és nagyon sok ember tartjuk a kapcsolatot, mert eléggé sokan a karcagi Refi gimnáziumot választották. Tehát akkor tulajdonképpen lesznek ott is osztálytársaid, akik most osztálytársaid voltak. Egyébként milyen ember vagy közösségi szempontból? Hát sokak szerint megosztó, de én hogyha egy új társaságba kerülök, akkor mindig próbálok háttérben maradni, és hogyha úgy érzem, hogy én tudok valamiben segíteni, vagy hozzá tudok szólni esetleg, akkor azt megteszem.